szignálja is jó volt, jellegzetes, már tudtuk, hogy kezdődik és lehetett izgulni. Az egyik választ idézem, amelyet arra a kérdésemre kaptam, hogy milyen is volt a Táncdal Fesztivál annó. Soroksáron a Fedeksári Színházban többet is megtudhattam a témával kapcsolatban, amikor stábunkkal ellátogattunk a Volt egyszer egy Táncdal Fesztivál című koncertre. Az előkészületeket végig kísértük, hiszen ott voltunk a próbán, az online koncerten, majd az újranyitás után az első előadáson, és a legutóbb is, amikor Zalatnai Sarolta énekesnővel egészült ki a színház társulata. 55 éve már az első Táncdal Fesztivál adásának, mely akkora hatással bírt, hogy még ma is, több mint fél évszázaddal később, ugyanúgy lázba hozza az előadókat és a nézőket. Arról, hogy milyen gondolatok kavarogtak akkor az induló énekesekben, Zalatnai Saroltával beszélgettem. Mindannyiunkban a nyerni akarás volt, az egyértelmű, de egy nagyon békés dolog volt. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a Táncdal Fesztivál az egy sokkal nagyobb rendszerváltás volt a zenében, mint annó a politikában, de hála Istennek nem véletlen, hogy meg is maradt. Tehát ami jó, az azért ugye megmarad. És ugye hát nem akarom sorolni, de hát a nevek, akik ott ugye feljöttek, azok a mai napig is vannak, nem hogy léteznek, hanem itt egyetlen dolog választ bennünket el, ha nem tudjuk tovább csinálni, és ez az, amikor az ember elmegy. Tehát meghal magyarán, mert ebből a Táncdal Fesztivál generációból egy olyan nagyon komoly magyar poprock és tánczene, de már inkább poprock zene épült meg, hogy ez már marad, ameddig élünk. És ugye ha azt mondjuk, hogy abban az időben nem volt divat a pletyka, meg a paparazzik, meg az egyebek, nem igaz az, hogy bárki bárkire haragudott. Tehát ott mi nagyon jól el voltunk az öltözőbe, a Konzsuzsi, a Kovikati, én, talán még eljön az idő, hogy egyszer megint lesz ilyen. Persze, hogy egy természetes dolog volt bennünk, tehát például 66-ban, amikor a Nem leszek a játékszereddel a Kovikati nyert, és én lettem a Hol jár az eszemmel a második. Hol jár az eszem, csak a csengő figyelem, érzem szívemben, hogy ez majdnem szeretem. Kedves szóra nem vártam még így, soha többet. Hol jár az eszem, mindig csak nálad jár. Elmúlt egy nap már, s nem látom őt, úgy hajta már, rohadt azt idő. Nekem eszembe nem jutott irigynek lenni. Bennem volt az, hogy a francba azért meg kéne nyernem nekem is, vagy előbb-utóbb. És ugye a következő évben meg az Omegával jött a Nem várok holnapig, ezüstcsipő, kiabálás, miniszoknya, annál minibán nem is létezett. És megnyertük. Úgy hívtak bennünket, igen, hát akkor is nyertünk, hát igen, egy kiabálós dalnak, úgyhogy akkor most sok szeretettel, minek a végére vágytam, hogy nehogy elmenjen a hangom. Hát 55 évig nem ment el, hát a Jóisten adja, hogy osztatok. Na, akkor három és mentünk. '71 Fák, virágok, fény, megint első. És az megint egy egész más volt, mert az egy romantikus, ilyen
sokkal szebb éneklés, ha lehet azt mondani, de én mind a kettőt nagyon szeretem, és mivel eredendően egy kicsikét rekettes a hangom, mindig ezzel vicceltek az öltözőbe, tehát például Isten nyugosztalja Kós Jani, az, amikor már jött az öltöző felé, hallottuk, mert mindenki, azt mondom, tehát kiabált úgy, hogy én ismerjem fel, hogy ez most engem karikíroz, vagy utánoz, de egymás nótáit énekeltük. Hát persze a fiúk mindig cikiztek minket a rövid szoknya miatt, a frufru miatt, hogy úgy nézel ki, mint egy pulikutya, nem is látjuk a szemedet, meg, de ilyen jellegűek voltak, és baromi aranyos történetek, és volt egy nagyon-nagyon jó büféjük, onnan jutott eszem, hogy a büféről beszéltünk, és ebben a büfében mindig pletykálkodtunk, tehát oda kiültünk, mert ugye hátra nem engedtek be idegeneket, csak a szereplőket, és akkor ott ültünk, és dumáltuk ki egymást, vagy magunkat, vagy nem, tehát ez egy ilyen társadalmi élet volt ott, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon klassz hangulat. Én nem emlékszem semmilyen rossz szájízre onnan. A következő dal, Úristen, 71 volt, hosszú fehér csipkeruha, az édesanyám emlékére énekeltem elsősorban, illetve annak idején, amikor elvállaltam, akkor abszolút anyunak köszönhettem, mert én abban az időben már lokomotív, bőrgatya, rocker csaj voltam. És anyu mondta, hogy fiam, ezt a dal el kéne énekelni, meg fogod nyerni vele a fesztivált, ez olyan gyönyörűséges és olyan szép. Nos, mama, halló, remélem hallod, hogy ez a dal ma is él, csodálatos, és tényleg megnyertük vele a fesztivált. Ó, de sok hű, jó barát, ők annyiszor látták a könyveimet. Ha megkérded őket, elmondják. A Tánccal Fesztivál fellépői képesek voltak divatot teremteni, formálni a fiatalság nyitottságát az új felé. Fiúknak hosszú haj, lányoknak frufru és miniszoknya. Nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy lehetett divatot, tehát a fesztivállal, a zenével egyben divatot, egy kortörténeti dolgot is lehetett, mert akkor igen, hát én kezdtem el igazán a minit Magyarországon. Édesanyámat a frász ette meg, mikor egy-két jó kis kosztümszoknyája eltűnt, mert lenyírtam, és azt használtam fel, vagy azt, hogy a frizurám, igen, az teljesen olyan volt, hogy emlékszem rá a Aracki Lacinak a felesége, az Évi, hát most már ugye özvegye, sajnos, ő a tévénél is volt sminkes, meg fodrász, meg egyebek, és hozzájártam mindig, és mondtam, hogy mit szeretnék, és mondta, hogy Cincogó, úgy hívott, hogy Cincura, Cincogó, tehát el fognak ájulni, hát ez túl vad, és mondta, ne törődj vele, vállalom, nyírt föl hátul a nyakba, le a frufrut egészen, ne törődj semmivel. Na most igen, tehát ezt be is vállaltuk meg. Meg arról nem beszélve azért gondolj bele, hogy az ember 19 évesen, érted, már egy egész ország előtt, és ilyen 2-3 milliós szavazatokat bezsebelni, ami akkor azért más volt, mint most, hogy fölmész a netre, és puff, egy like, és szevasz ennyi, hanem akkor megírták a leveleket, megírták, föladták postán, bélyeget rám, így szóval macera volt azt mondani, hogy én pedig téged szeretlek. Tehát én nagyon jól éltem meg, mert én mindig nagy szájú csajszi voltam, de én nem akartam másokat bántani, csak mutatni, hogy ha mit tudok, meg ki vagyok én, meg mi vagyok én. És elsősorban a zenére koncentráltam. Az egy más dolog, hogy hozzá kitaláltam dolgokat, ami egészen újszerű volt, és itt nálunk még nem igazán volt. Az, amikor az ember megél valamit, akkor úgy nem gondolkozik arról, hogy ebből lesz-e majd történelem. De amikor ennek a részese voltál, gondoltad volna, hogy most így 55 év múlva is itt lesz a sor mögötted?
Nem, semmi olyat nem gondoltam, hogy ebből történelem lesz. Azt gondoltam, hogy szeretném, ha maradandó lenne, és szeretném, ha emlékeznének rá, és nem csak a miniszoknya miatt, hanem a zenék miatt. És igen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt bennünk az, hogy maradandót, de azt, hogy ennyi év után is végül is kellünk, hogy ennyi év után is, ugye még 2 évvel ezelőtt a járvány előtt egymás után 3 táncdal fesztivál volt, ahol 20 000 ember, az 60 000 ember 3-szor. Tehát egyszerűen az embereknek kell a nosztalgia, és nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen család dolog lett, tehát ahogy te is mondod, hogy az anyukád, lehet, hogy az anyuka anyukája, a nagymamád, vagy aztán majd az unokátok, vagy érted? Tehát ezek ilyen tradicionális zenék voltak, mert egy Tölcsért egy 4 éves ott áll előttem a színpadon, és énekli, meg énekli a nagymama. Tehát igen, ezt tényleg szerettük volna, és hát lehet, hogy most egy kicsit a retro visszajövetele, meg én azt remélem, hogy az, hogy végül is a mai nap az első 1,5 év után, hogy élőben énekelek. Tehát tegnap voltam Szlovákiában, Kománóban, és ma itt. Tehát gyakorlatilag 1,5 év után most hajrá, nekifutunk újból az élő éneklésnek, és remélem, hogy ez is pluszba jót fog tenni a Táncdal Fesztivál hagyományának, vagy hogy megint azt fogják mondani, hogy hú, akkor megint Táncdal Fesztiválosok. Táncdal Fesztivált játszottunk a testvéreimmel. Rendesen, úgy, ahogy a tévében láttunk, felléptünk, kiöltöztünk, felkonferáltuk az énekest, és persze volt zsűri, pontoztunk, méghozzá szigorúan. Emlékek, melyeket azoktól gyűjtöttem, akik megérték azt az időt, amikor egy társasház lakóközössége, akár egyetlen tévékészülék elő kuporodva, az ablakon keresztül kukucskálva, vagy a gongon ácsorogva várta a szignál és a dalok felcsendülését. Az imént elhangzott emlékek azt az időt idézik, amikor egy társasház lakóközössége, akár egyetlen tévékészülék elé kuporodva, az ablakon keresztül kukucskálva vagy a gangon ácsorogva várta a szignál és a dalok felcsendülését. A Táncdal Fesztiválban van valami időtálló, valami maradandó. Nem véletlen, hogy 55 évvel később is ugyanúgy elővehető és felelevenithető.